a szabadkai Csipet csapat ajándékcsomagjait 45 rászoruló gyerek kapta meg. A csomagokban édességek és játékok voltak. Kik a legjobbak? A gyerekek izgatottan bontogatták az ajándékcsomagokat, amit a télapótól kaptak. Esély, fogd meg! Autó! És még? Magyi! Magyi! 15 rászoruló család kapott adományt. A Bővíz család nem tudta volna biztosítani a kicsiknek a karácsonyi ajándékokat. Nagyon nagy segítség. Nagyon nem tudtuk volna nekik megvenni. 3 gyerekünk van, ugye ő a legkisebb, most 2 hónapos, és mi valójában műsor kedvéért jöttünk, mivel hogy a lányoknak ez egy élmény, hogy találkozhatnak a télapóval, de viszont én hiszem azt, hogy nagyon sok családnak nagyon nagy segítség, hogy kaphatnak csomagot. A segítő Csipet csapat már szeptemberben megkezdte a gyűjtést. A szabadkai polgároktól ugye már régebb óta elkezdtük gyűjteni a flakonokat, kartonokat, limenkákat és mindenféle hulladékot, amit utána ugye az odpadon keresztül kézbesít eladtuk, és ezekből tudtuk venni az édességet. Meg megjegyzem, nagyon sok adományozónk is volt, akik hozzájárultak édességgel, illetve sossal a csomagba minden gyerek számára. A családok Szabadkáról, Kisradonovácról, Palicsról és Nagyfényről érkeztek. A kicsiket és szüleiket ünnepséggel várták, ahol a karácsonyi dalokat hallhattak.